Gyönyörű szép idő várta mindazon kikapcsolódni vágyókat, versenyzőket, akik a hétvégén ellátogattak Tótfaluba, ahol is a falunap keretén belül tartották meg a harmadik nemzetközi Rózsa és Virág Fesztivált, valamint a Népzenei és Néptánc Fesztivált. A két napon át tartó esemény egyik apropója, hogy 20 évvel ezelőtt írta alá Tótfalu első testvértelepülési szerződését Rába Tótfaluval. Azóta ugye ez bővült, ez az egész kapcsolatrendszerünk. Ma már ott van, hogy 6 testvértelepülésünk van Magyarországról. A Rába Tótfalun kívül még van 2, Tahi Tótfalu és Jászszent László. Azután itt vannak a felvidékiek, Kisújfalu, a romániai részről, a Temes megyéből Igazfalva és a Gyergyói medencéből Gyergyócsoma falva, amelyek szintén virágozóak és szerteágazóak mindegyik testvértelepülés vonatkozásában. A harmadik nemzetközi Rózsa és Virág Fesztiválra is sokan beneveztek, és szebb-nészebb virágokból készült csokrokat, asztali díszeket készítettek. Mivel a fesztivál nemzetközi nőtte ki magát, ezért a versenyzőknek nagyon precízen kellett dolgozni, és mindenféle jó ötletet be kellett építeni munkájukba. Lényeges, hogy szép legyen a rózsa, ne legyen szirma is hervadt, hanem minél szebb és minél kitűnő. Volt olyan versenyző is, akit a család vett rá, hogy jelentkezzen. Az ötlet az a nejemé volt, őt látta meg ezt a lepkevázat egy virágboltba, hogy a műszaki megvalósítás maradt rám, a ragasztás, a fa szerkezet elkészítése. A nap egyik kiemelkedő eseménye a díszülés volt, ahol az egybegyűltek megnézhették az Együtt egymásért testvérekkel című kisfilmet, ami a megközelítőleg 700 lakosú település elmúlt 20 éves munkásságát mutatta be. Az ülés alkalmával fény derült arra is, hogy a falu kiváló kapcsolatot tart fent testvértelepüléseivel, és az elkövetkező időszakban Sopron Kövesdel is komoly barátságra tesznek szert. Hogy bármikor is ez a hozott világ szíve, egyedül csak téged imád. A szombati napon még megrendezésre került a Népzene és a Néptánc Fesztivál is, majd ezt követte a hajnalig tartó utcabál. A falu nap vasárnap is folytatódott méghozzá az első tótfalusi Bogrács Fesztivállal, melyet a Helyi Rákóczi Szövetség szervezett. A legfinomabb ételért járó díj egy vándorfakanál volt, amit minden évben majd a nyertes hazavihet. Nagy volt az érdeklődés, hisz nem csak Vajdaság több településéről érkeztek főzni vágyók, hanem Magyarországról is. Elsősorban az interneten hirdettük meg, és aztán pedig a különböző főzőversenyekre, a helyszínekre mentünk és szórólapot osztogattunk. Közel 50 bográcsban főtt a finomabbnál finomabb étel. A zsűri tagok 6 kategóriában pontoztak. A legjobb leves, pörkölt, sós, édes süteményt, a legszebben kidíszített és felállított sátrat és a legfinomabb pálinka is díjban részesült. Az ízletes bográcsban főtt ételek mellett ínyentségek is megtalálhatóak voltak. Borsos Irén kecskesajttal érkezett az eseményre. Kecskesajtot árulunk már egy 6 éve. Nagyon menő, mert jó az íze, meg viszik a savót, tejet, ezt csináljuk. Ízesítettek vannak. 7-8 fajta. A zentai Balogh Goránék több száz palacsintát sütöttek és osztottak szét a gyerekek között. Ez mellett a bográcsban is rotyogott a disznópörkölt, friss burgonyával és borsóval. Elmondásuk szerint nagyon sok helyen főztek már. Én tisztelem, becsülöm az ilyen rendezvények, mert hagyományápoló vagyok, ugyanígy, mint az anyaországban, itt Vajdaságban, Szerbiában, ugyanúgy, mint a Magyarországon, Ukrajnában voltam, mindenhol tisztelettel képviseltem Szerbiát, Vajdaságot, Zentát, és örülök is neki, hogy ennyit tettem a mi hazai piacunkra. A két napon át tartó eseményen a színes programok mellett kézműves kiállítás és foglalkozások, valamint repülőmodellezők, íjászkodás, kocsikázás, lovaglás várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt.